Miután elindult a stopper, már is folytatódik a verseny. Ezúttal nem a lexikális tudást pontozza a zsűri, hanem azt, melyik csapat rakja ki leggyorsabban a vármegyei épületek képét puzzle darabokból. A tét nem kevés, hiszen az értékes barangolások középdöntőjében dől el, mely csapatok jutnak be a döntőbe. Máté Szalkáról érkeztünk a Kávé János Református Általános Iskolából, és 8. osztályosok vagyunk. Nemzeti értékekkel, kiemelkedő nemzeti értékekkel és hungarikumokkal kapcsolatos feladatokat, és volt benne ilyen, amikor tableten kellett megoldani feladatot, volt olyan, hogy kirakót kellett megcsinálni, és ilyen kompetencia jellegűek is voltak. Baracsi Endre, a vármegyei értéktár elnöke elmondta, ugyanezen a napon összesen 3 középdöntőt szerveztek, így Vásárosnaményban és Kemecsén is összemérték a diákok egymással a tudásukat. Mindig az a tapasztalatunk, amely megerősít bennünket, hogy elégen is van igény, és nagyon jó érzés, mint akár zsűritagként, vagy akár szervezőként mindig töltődünk ezekből a vetélkedőkből, és jó érzés látni azt, hogy a gyerekek mennyire szeretik, és valóban mennyire felkészülten várják ezeket a vetélkedőket. Ugye, ahol most vagyunk, az egyik középdöntő helyszín, de a középdöntőkből már 2 lezajlott, hiszen Vásárosnaményban és Kemecsén is volt már itt a nyíregyházi helyszín mellett egy-egy középdöntő, ahol mindenhol 6-6 csapat mérette meg magát, 3 általános iskolás, 3 középiskolás, és mindenhonnan egy-egy csapat jut tovább a döntőbe, tehát a döntőbe is majd 6 csapat lesz, amelyet szintén itt Nyíregyházán tartunk majd meg. Baracsi Endre hozzátette, a megye valamennyi iskolája nevezhetett diákokat a vetélkedőbe. Idén több mint 100 csapat jelentkezett. Minden megyei iskolának, általános és középiskolának elküldtük a jelentkezési lapot, és több mint 100 csapat jelentkezett. Tehát akik ide eljutottak, ők már egy nagyon komoly sikert értek el, hiszen egy online forduló keretein belül azok kerülhettek ide, akik a legjobbak voltak, és most pedig közülük most már így interaktív módon, tehát itt most már fizikailag meg kell, hogy mutassák a tudásukat, és így kerülhetnek be a döntőbe. És azt még mindenképpen szeretném elmondani, hogy ez a megyei döntő majd nem a végleges célállomás lesz, hanem még itt a megyei döntőknek országosan a nyertesei, ők pedig egy országos döntőn mérettethetik meg majd magukat. Bízunk benne, sőt biztos vagyok benne, hogy hasonló sikerrel, mint eddig, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapatok majd valóban méltán fogják képviselni vármegyénket, hiszen többször volt már arra példa, hogy a végső győzelmet is vármegyei csapat hozta el. Mi erre nagyon büszkék vagyunk, és egy visszaigazolás annak a munkának, amelyet végzünk. A szervezők a diákokat a megye különböző tájegységeire jellemző, a vármegyei értéktárban is szereplő finomságokkal várták, úgy mint a szatmári szilvalekvár, a szabolcsi alma, a milotai dió, vagy épp a tisza adonyi kecskesajt. A középdöntőig jutott csapatok könyvjutalommal térhettek haza, a továbbjutó diákok pedig folytathatják a felkészülést a vármegyei döntőre.